Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát nincs túl meleg. 4 fokot mutatott a hőmérő, mikor elindultam. De hát lesz ennél rosszabb is, mert hogy a hétvégére már havazást ígér az időjárás jelentés, úgyhogy hát lehet, hogy majd most egy hosszabb időre el kell búcsúzni a motorozástól. Gondoltam, hogy ma még akkor egyet megyek. Közben itt mutogatja itt nekem a piktogram, hogy tankolnom kéne, hát ilyenkor még azért majdnem egy 100 km tapasztalatom szerint benne van a motorba. És hát a témánk az már egy régen beígért videó, mégpedig len az, hogy mennyit csal ennek a motorkerékpárnak a kilométer órája. És hát nem az a kérdés, hogy csal-e, hanem inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mennyit. Kevesen tudják, de az, hogy a járművekbe épített sebességmérő nem teljesen a valós értéket mutatja, az igazából egy tervezett és normális jelenség, amelynek több oka is van. A legfőbb egy olyan jogi és biztonsági előírás, amelynek értelmében a jármű sebességmérője sohasem mutathat kevesebb értéket a jármű valós sebességénél. Ezért a gyártók szándékosan egy biztonsági ráhagyással készítik el ezeket a műszereket, hogy elkerüljék az esetleges jogi bonyodalmakat. A videó leírásában egyébként belinkeltem annak az előírásnak a leíratát, amely 13 oldalon keresztül magyarázza, hogy miért van erre szükség, hogy miként, hogyan kell felkészíteni, milyen tűrések lehetnek és hogyan kell a kalibrálást végezni, illetve milyen jelölésekkel kell ellátni a sebességmérőket. Mert nem csak lámpát vagy rugót nem tehetsz akármiért a gépjárművedbe, hanem bizony sebességmérőt sem. No de az előírásokon túl még vannak technikai tényezők is. Például az új járművek jelentős része ma már nem is a kerekek mozgását méri, hanem a váltó kimenő tengelyén, vagyis a végkihajtástól veszi a jelet, vagy például az ABS kerékfordulatszám érzékelőjének adatait használja a sebesség megállapításához. Így a gyári kalibrálásnál általában egy átlagos állapotú gumit vesznek alapul, és ezért már az is eltérést okoz, ha egy vadonatúj vagy egy igen kopott gumiabroncsot használsz, és ugyanez vonatkozik a guminyomásra is, hiszen mindkét esetben megváltozik a kerék kerülete. Ráadásul a fentebb említett rendeletből az is kiderül, hogy a kalibrálást szobahőmérsékleten 23 Celsius fokban kell elvégezni, tehát nyáron és télen is lehet igazolt eltérés, bár ezt inkább 2/1-jel, századokban lehetne csak mérni. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy ennek a motorkerékpárnak a sebességmérője mennyiben tér el a valóságtól. Ugye ehhez fogom használni a telefonomat, ami van egy alkalmazás, amivel meg tudjuk határozni a GPS által bemért sebességet, meg hát ugye a motornak a sebességmérője értelemszerűen. És arra gondoltam, hogy itt nincs nagy forgalom, úgyhogy nézzünk egy tesztet egy ilyen 30 km per óránál, ugye vannak ilyen táblák. Na, most megyek 30-al. És a GPS is 29 és 31 között mutat. Ez érdekes, akkor ilyen alacsony sebességtartományban, nézzétek meg, semmilyen eltérés nincsen. Ha nézzük meg akkor egy 50-nél. 50-nél is pacekra. Ez a 49, 50. Ez érdekes. Ez nagyon pontos. Úgy nézem, hogy ezen a motoron elég fontos ez a sebességmérő. Igazából a vártnál pontosabb, és ha meg is lepő, ugye annak tekintetében, amit az előbb elmondtam. Mindjárt kimegyünk ide az egyes főútra, és akkor elmegyünk a Birka csárdáig, és megnézzük ott egy kicsit nagyobb sebességnél. Ott még abból talán nem lesz baj, hogy nincs oly sok üzemanyagunk. Na, itt még van egy 50-es tábla, úgyhogy nagyon nem bírunk rágyorsulni. De majd ott a kereszteződés az feloldja.
De tényleg, nézzétek meg itt, 50-nél 50-et mutat. Na, nekiállunk gyorsulni mondjuk egy 90-ig. Na, ott vagyunk 90-nél, itt már érdekesebb a helyzet, ugye? Itt már csak 87, amit a GPS mutat, úgyhogy itt már van 3 km per órás eltérés, 3-4 km per órás eltérés. De hát ez sem jelentős, úgyhogy meglepően pontos ennek a Kawasaki Meguro S1-nek a kilométer órája. Na és érdekességképpen még itt 100-nál is csak 96-ot mutat, tehát a valós sebességünk 100-nál, vagy a mutatott 100-nál 96-97 km per óra. Úgyhogy itt a magasabb sebességi tartományban már itt is mutatkozik néhány kilométer eltérés. Hát összegzésképpen tényleg meglepő eredmény született, hiszen az alacsonyabb sebességtartományban szinte semmilyen, az eszközeimmel mérhető eltérés nincs. A magasabb sebességnél azonban hozza az előírásoknak megfelelőt, hiszen 90 és 100 km per óránál már a GPS-szel mért valós sebességünk mindkét esetben láthatóan kisebb volt, mint a Kawasaki sebességmérőjéről leolvasott érték. Végezetül pedig köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, ha tetszett, iratkozz fel a csatornára és nyomd be a kis harangot is, hiszen annak ellenére, hogy néhány nap múlva már havazással riogatnak a meteorológusok, lesz még az idén motoros tartalom. Van még korábban felvett túra videó, illetve meg fogom mutatni azt, hogy hogyan tudsz különleges alkalmazások nélkül a legegyszerűbben túratrekket készíteni és azt a telefonodra átrakni, illetve miként tudsz megbizonyosodni arról, hogy egy-egy offroad terep nem esik-e valamilyen tiltás alá. Szóval nincs még itt a szezon vége, úgyhogy találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! És akkor most egy rövid szolgálati közlemény, ugyanis létrehoztam egy Facebook csoportot Kawasaki V230, illetve Meguro S1 Hungary néven. Oda nyugodtan csatlakozzon bárki, akinek tetszik ez a típusú motor, vagy csak kíváncsi a tevékenységeimre, mert így a YouTube-on felül is szoktam feltölteni tartalmakat, általában csak fotóformájában, de azért ott még nyomon lehet követni. Például a motoron végzett módosításokról és szerelésekről is szoktam feltölteni fotókat, vagy rövid videókat, és meg szoktam osztani azokról a gurulásokról készült fotókat is, amiről videó egyébként nem készül.